Kárpátalja éppen 100 éve már, hogy nem tartozik ahhoz az államformációhoz, ahova azelőtt 1000 éven keresztül tartozott, majdnem 1000 éven keresztül tartozott. Ezért nagyon aktuális megnézni, hogy ez az elmúlt 100 év, főleg a 20. század hogyan alakult. S tudjuk, hogy ez alatt a 20. század alatt ez a vidék, amit most Kárpátaljának hívunk, akkor Északkelet felvidéke Magyarország része volt, az most hátment több országváltása. Minden országváltás azt eredményezte, hogy nem volt olyan ember, aki ne egyik ország állampolgáraként született volna, és egy másik ország állampolgáraként halt volna meg. Már az én korosztályomra is igaz, hisz én szovjetként születtem, és most éppen Ukrajnában élek. És minden országváltás kihatott a kis emberekre. Egyrészt azért, mert az új nyelv, új gazdasági környezetben már nem tudták érvényesíteni akaratukat. Az orvos és az értelmiségi nagy rétegei nem tudtak esetleg a szakmájukban megmaradni, például a patikákban ugye új gyógyszerek jelentek meg, új nyelven kellett azt felírni, az orvosoknál új szabályzat történt, megint a nyelvváltás miatt nem tudták érdekeiket érvényesíteni, és ezért az értelmiség ment, hogy mennie kellett volna. Az ifjúságnak még rosszabb volt a helyzete, mert például bezárták rögtön 44-ben az iskolákat, és aki gimnázium érettségi előtt volt, annak mennie kellett, hogy befejezze. De ha leérettségizett, hát sem maradhatott itthon, mert bezárták a legmagasabb szintű tanítóképzőt, ami a görögkatolikus tanítóképző és a görögkatolikus szeminárium volt. Ez a legmagasabb szintű volt nálunk, tehát továbbtanulási lehetőség innét kezdve megszűnt, és mire megnyitották az Ungvári Egyetemet, az már csak orosz nyelvű volt, és ugye aki nem tanulta egyáltalán ezt a nyelvet, az elképzelhetetlen, hogy bármilyen szinten tudta volna folytatni magát, vagy hogy más nem mondjak, édesanyám kétszer-kettő az első osztályt, mert a szovjet hatalom nem ismerte el a korábbi tanulmányait, ezért később jött iskolában. Nos, úgy gondolom, hogy egy ilyen konferencia nagyon fontos ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet a nagy politikát alakító személyeknek, testületeknek arra, hogy egy-egy íróasztalnál, tárgyalóasztalnál hozott döntés, milyen hatással van a lakosságra, mert ezt elfelejtik. És most éppen olyan forrongó hangulat van, hogy megint a nagypolitikai játszmák tüzébe kerültünk, ahol a kisember, mi, akik itt élünk, akarunk élni és dolgozni akarunk, nagyon keveset tudunk beleszólni ezekben a nagypolitikai játszmákban, és ezért mondhatnám úgy is, hogy ez egy segélykiáltásként is jöhet ez a konferencia, ha sikerül annak az anyagait eljuttatni olyan helyekre, ahol a döntéshozók asztalnál, tárgyalóasztalnál ülve éppen rólunk tárgyalnak vagy döntenek. A nyitóbeszédében említette nekünk ezeket a visszás helyzeteket, hogy 100 éve nem kérdeztek minket, hogy hová akarunk tartozni, de most például közvéleménykutatást tartanak arról, hogy Haranglábnál és Kaszonynál megnyissák-e 24 órában a határt. Erről még egy Igen, például, hogy alátámasztam ezt, hogy mennyire nem tőlünk függnek dolgok. Ugye két évvel ezelőtt, 2017-ben Magyarország közvetítésével, segítségével nagy szerepe volt benne. Az ukrán állampolgárok mindegyike megkapta a szabad vízummentes átjárást Európába. Ehhez viszont nem volt felkészülve a határátlépő, és óriási nyomás van a csapi határátkelőn és a beregszázi határátkelőn. A KMKS frakció kezdeményezésére a megyei tanács még tavaly vagy tavaly előtt elfogadott egy felhívást, amit elküldettük az ukrán külügyminisztériumba, és amiben kértük, hogy a nyomás és az átjárhatóság szempontjából enyhítsenek ezen, nyissák meg és tegyék éjjel-nappalivá a haranglábi és a kaszonyi átjárókat, hisz ez alapjába véve ki van építve, néhány munkaerőre lenne szükség, amiben gondolom egy ilyen nagy ország költségvetése nem fog belepusztulni. Azt a cinikus választ kaptuk, hogy közvéleménykutatást végeztek a falvakban, és a lakosság nem szeretné, ha éjszakai nyugalmukat zavarnák. Hát én ezen mélységesen fel vagyok háborodva, hisz ezek az utak évszázadokon keresztül átjárhatók voltak. És amikor a határt éppen ott hozták meg, és nem három faluval feljebb vagy lejjebb,
akkor senki nem kérdezte meg a lakosságot, hogy akarjátok-e azt, hogy ti ezen a közúton ne tudjatok közlekedni. Most azt gondolom, hogy nekünk, itt élő kárpátaljaiaknak, mindenféle nemzetiségnek, ukránnak, ruszinnak, magyarnak, románnak, szlováknak, el kell mondani a kisember problémáját ahhoz, hogy a nagyok, akik messze ülnek tőlünk és nem érzik, megértsék, meghallják. Az, hogy megértik-e, azt nem tudom, de a szavunkat hallatni kell ilyen kérdésekben, és mai konferencia pont ezt fogja vizsgálni, hogy Kárpátaljáról nézve, a lakosság köréből nézve, hogyan is telt el az elmúlt 100 év, amikor több állampolgárai voltunk.